Bacskai Beatrix vagyok, Budapestről, festőművész, már évek óta készülök egy kiállításra, és most február 3-án 6 órakor fog megnyílni a kiállításom, és ilyen képeket fogok tudni bemutatni önöknek. Nagyon vegyes igazából a művészeti irányzatom, inkább tájképeket készítek, ezek látszódnak, hogy olyan természeti formákat, vagy olyan természeti anyagokat használok, amiket más úgy gondolja, hogy nem tudja felhasználni. Én viszont megláttam mindenben lényegében a művészetet. Itt nagyrészt ugye olyan képeket fogok mutatni, amik 3D-sek, vagy nem 3D-s, hanem magára vászonnak készült, vagy fa képek. És akkor ezekre ugyebár akvarellel, temperával festettem. Van, amikor vegyítem is egy képen, mert én hiszek abba, hogy ezekkel fel lehet újítani egy-egy színt, és az olajat egy temperával összekeverni, az valami fantasztikus érzés, amikor az olajnak az illata magát a festményt beissza, és akkor várok arra, hogy megszáradjon egy képem. Nagyrészt használok az ecseteken kívül festőkéseket is, vagy bármilyen természeti formát, amivel domborműt tudok készíteni, vagy olyan érdekes formákat kialakítani, amikkel igazából meg tudom a nézőket lepni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy mindenki szeretettel el fog jönni a kiállításomra, és megtekinti a műalkotásokat.